Az elmúlt hónapokban nem sokat volt Magyarországon Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló legutóbb 8 hetet töltött egyhuzamban Portugáliában, hogy megalapozza az idei év remélt sikereit. Pokrovenszky József tanítványa kihagyta a nyíregyházi fedett pályás bajnokságot is, de vasárnap Békés Csabán már ott lesz a mezőnyben. Ezt általában áprilisban szokták megrendezni, viszont most, hogy az Európa-bajnokság már elég korán lesz, június elején, ezért minden verseny korábbra csúszott, illetve nagyon sűrű is ez a versenyszezon most, és hát igen, a legfontosabb cél a győzelem, megvédeni az országos bajnoki címemet. Az idő is fontos, de nem annyira, mint a helyezés, mivel a helyezések után kapunk bónuszpontokat, ami viszont a világranglistának van szerepe, mivel az olimpiára kétféleképpen lehet kijutni, a kvalifikációs idő, illetve a világranglista helyezés alapján. És mivel 48 induló indulhat az olimpián, a világranglista első 48 helyezettje, ezért mindenki próbál minél több pontot, illetve minél több bónuszpontot szerezni, hogy ebbe az elég szűk mezőnybe beférjen. Máté az elmúlt évekkel ellentétben nem indult el a rangos dudincei versenyen, viszont az ott elért idők támpontot jelenthetnek számára a jövőt illetően. Sajnos ezt most ki kellett hagynunk, mivel egy héten belül van a két verseny, de azt láttuk, hogy a nemzetközi mezőny az nagyon felgyorsult. Lehet érezni, hogy megszűnt a 35 km, illetve az 50 km, és most már mindenki erre a rövidebb és gyorsabb távra készül a 20 km-re, és mindenki sok-sok másodperccel, illetve percet gyorsul a saját egyéni csúcsához képest. Hát nekünk is ezt kell alkalmazkodni, nekünk is gyorsulnunk kell, erősödnünk kell. Bízom benne, hogy most a Békés Csabai versenyen, ha nem is tudok egyéni csúcsra gyalogolni, de ahhoz közel fogok kerülni. A negyedik olimpiájára készülő gyalogló két számban is szeretne rajthoz állni Párizsban. Egy Békés Csabai lány, akit Olá Barbarának hívnak, ő most sérül, de ha felépül a sérüléséből, akkor ketten el tudunk indulni majd április végén a törökországi csapat világkupán, ami viszont azért fontos, mert az 50 és 35 km megszűnése miatt lesz egy bizonyos mix váltó az olimpián, amit egy nő és egy férfi alkot. Hát az én párom Barbie lenne. Szeretnénk ezen a távon is elindulni, és ha minden jól megy, akkor az olimpián szeretnék duplázni, egyéni 20 km-en is szeretnék elindulni, illetve ebben a bizonyos mix váltóban is szeretnék elindulni. Szóval most a Békés Csabai verseny után ez lenne a másik fontos verseny, ez az antaljai világkupa. Visszatérve az országos bajnokságra, vasárnap Békés Csaba belvárosában egy 1 kilométeres pályán teljesítik majd a 20 kilométeres távot a versenyzők.